Valamilyen ehhez hasonló clickbait-es sikerült elérni Logan Paulnak azt, hogy több millió ember kezdi el utálni egyik napról a másikra. Ha érdekel, most miről beszélek, akkor most nézd végig ezt a videót. Szóval az történt, hogy Logan Paul feltöltött egy olyan videót, amiben egy olyan embert láthatunk, aki hát öngyilkosságot követett el. Logan Paul egy héttel ezelőtt talán ellátogatott Japánba, hogy egy kicsit jól érezze magát, és igazából ott is szokásos állatságokat csinált, mint mindenhol. Azonban támad egy olyan ötlete, hogy egy 24 órát eltöltenek egy olyan nevű erdőbe, hogy Suicide Forest. A Suicide Forestról azt kell tudni, hogy évente kb. 80 ember követ el öngyilkosságot abban az erdőben. Ez annak köszönhető, hogy az emberek meg a diákok inkább olyan szinten vannak leterhelve és olyan szinten vannak nyomás alatt, hogy a könnyebb utat választják. És hozzáteszem a videóhoz, hogy ha bárkinek bármilyen problémája van, beszéljen valakivel erről a dologról, és minden jó lesz, ígérem. Nem muszáj apa legyen, nem muszáj anya legyen, elég egy barát, elég egy bárki, a kutyát, tök minden, csak magadból beszélt ki, és valakivel beszélj erről a dologról. Na hát, akkor elmondom a videó körülményeit, mert én azt láttam. Logan Paul úgy kezdte el a videót, hogy ugyanígy, ahogy én, hogyha bármilyen problémája van valakinek az élettel, a mentális problémával rendelkezik, öngyilkosság gondolkozik, akkor menjen el egy helyre, és ezt kezelik. Erről beszélt egy 2 percen keresztül, elindult a videó, és a barátaival elmentek a Suicide Forestbe. Suicide Forestben azt találták, hogy ott van az ember a fán, és ott lógott éppen, aki körülbelül reggel követett el öngyilkosságot, és ezt lefilmezték. A lefilmezés az azt jelenti, hogy ki volt blőrözve, semmi nem látszódott a hullából, csak így igazából egy ilyen homályos valami ott kirajzolódott, de igazából semmi konkrét nem volt a dologban, és utána el is mentek, onnan meg közben poénkodtak is, meg akármi. Aztán megint arról beszélt, hogy akkor a mental illness és hogy a öngyilkossággal kell foglalkozni. Na most ezt a videót nagyon sokan betámadták azzal az indokkal, hogy egyik az, hogy a szülők, hogy a gyerekem miért néz ilyet, és hogy miért kell tönkretenni a gyerekemnek az életét egy ilyen videóval. Volt ez az egyik grup. Volt a másik csapat, amelyik azt mondja, hogy miért kellett röhögnie az erdőbe azon, hogy ott volt egy hulla. Volt a harmadik csapat, aki meg amúgy is ott állt a Logan Paul-t, és felfújta a dolgot, miért él egyáltalán az ember, mármint a Logan Paul, és hogy ez hogy merte, hogy volt ehhez pofája. Igazából alapvetően úgy gondolom, ezek az emberek inkább irigyek lehettek, mint hogy őszinte vélemény nyilvánítsanak ki. Első meg megkérdezném a szülőket azt, hogy a gyerekedet miért hagyod, hogy egy olyan embert nézzen, aki napról napra olyan őrültséget csinál, hogy akármelyik perc az életébe kerülhet, akármelyik percben megsértheti magát, mi van a gyereked és le fogja utánozni. De egyébként akkor már is belemehetnénk, hogy akkor a kihívás videókat miért nézi meg egyáltalán bárki, amikor eszek egy csípős csokit, vagy akármi, a gyerek is eszi majd a csípős csokit, és akkor majd jól összerosszulja magát, mint mondjuk én. Ebbe belemehetnénk. Én ezeket a dolgokat inkább el szeretném engedni, mert ezzel nem értek egyet. Volt a másik csapat, ugye ez a miért röhög a Logan Paul ott ezen a dolgom. Hát igazából Logan Paul azért röhögött a dolgon, mert így tudta kezelni ezt a dolgot. Alapvetően rengeteg ilyen ember létezik a világunk köztük, én is, aki ha valamilyen probléma történik, akkor inkább elkezdek vele viccelni, hogy egy kicsit komolytalanabbá varázsoljam ezt a dolgot, és sokkal könnyebben tudjam a dolgot kezelni, és sokkal könnyebben tudjam a dolgot elfogadni. Akármiről legyen szó, ha komoly a dolog, inkább poincsolnak belőle, mert sokkal jobbat tesz nekem is, a lelkivilágomnak is, és nem stresszelek a dolgom. És bocsánat, kihagytam azt a csapatot, még ugye, aki azt mondja, hogy ez a család nevében, a személyében tiszteletlenség. Na most kérdezem, a család személyben tiszteletlenség, és undorítóság, és patkányság. Na most kérdezem, ez a család mennyit foglalkozott azzal az emberrel, aki ott kötött ki az erdőbe? Most csak úgy kérdezem, hogy ez így akkor nem lehet, hogy bennük is kéne keresni a hibát, és nem mondjuk egy olyan emberbe, aki ezt rögzítette. Nem lehet, hogy inkább egy kicsit mélyebbre kéne szállni, és nem csak a felületi dolgokat kéne kezelni. Meg nem lehet egy kicsit mélyebbre kéne szállni, mint hogy egy 50 millió feliratkozó PewDiePie nevű ember elmondja a véleményét, és több millió embernek a véleményét befolyásolja ezáltal. Nem lehet, hogy egy kicsit mélyebbre kéne szállni, és elgondolkozni, hogy a tartalmi részén magán, hogy így az ő helyében ti mit csináltatok volna. Kérdésem a következő hozzátok, kedves csibészek, meg bárki, aki most nézi ezt a videót, ti hogy cselekedtetek volna? Ne úgy gondoljatok bele, hogy akkor most már tudjátok, hogy mi a következménye, hogyha így cselekedtek. Ne úgy gondoljatok bele, hogy ilyen harmadik személyként, ilyen istenként tekintsetek a dologra, alapvetően keresétek meg magatokban is a hibát. Szerintem 10-ből 9 ember ugyanezt csinálta volna, hogyha ugyanez az életstílus, nem, inkább 100-ból 99 ember csinálja ugyanezt, hogyha ugyanez az életstílus követik. Képzeljétek el egy olyan életet, amikor
Egy napról napra újabb és újabb és izgalmasabbnál izgalmasabb és klikbétesebb és pörgősebbnél pörgősebb videót, kontentet kell gyártsál megállás nélkül, napról napra, minden nap, mindig, minden percben erre kell gondoljál. Képzelj arra, hogy folyamatosan ezen kell gondolkozzál. És képzelj abba, hogy gondolj bele abba, hogy jön egy olyan helyzet az életedbe, amikor ebbe a pályafutásodba, vagyis karrieredbe jön egy olyan dolog az életbe, amit adott az élet neked, hogy azt nem te teremtennek, hanem már az egy adott érdekes clickbaites content. A Logan Paulnak jött egy ilyen dolog, hogy ott volt egy ember. Logan Paul feltöltötte ezt a videót, és szerintem, hogy őszinte legyek, lehet, hogy ez fájni fog sok embernek, és lehet, hogy ezért vagyok a világ szemete én is, és akkor megyek én is a sűjesztőbe, vagy nem tudom, de én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ő feltöltötte ezt a videót, és azért tudok egyetérteni vele, mert tett elé is egy olyan dolgot, hogy a mental illness, a probléma, az öngyilkosság, stb. Ezt kezelni kell. A végére is tett egy ilyen dolgot, ki is volt cenzúrázva, sőt, amikor én néztem ezt a videót, én még vártam is, hogy mikor fog ebből valami látszódni, és ez most kamu, vagy csak ott egy és akkor elmennek. Most őszintén az, hogy megnézted volna, hát nem nézted meg, mint hogy ezt a videót csak fogják sokan megnézni, mert nem teszem bele a videómba az élő, és hát nem élő, hanem a, hát már a elhunyt embert. Az a baj, hogy tudom, hogy rengeteg ember fog engem ezért támadni a komment szekcióba, hogy én egy mekkora egy undorító ember vagyok, és az a baj, hogy ennek a rengeteg embernek tudnék folyamatosan reflektálni, és alapvetően erről a dolgról úgy kéne beszélni inkább, mint egy párbeszéd, mert érve ellenérve kéne ezt a dolgot tárgyalni, okokozati összefüggéssel, stb. Az a baj, hogy most egy egyoldalú kommunikáció, csak én mondom nektek, és ezt most ti csak meghallgatjátok. Tudni ér bennetek mindenféle gondolat ezzel a dologgal kapcsolatban, azokat mind várom komment szekcióba, de légy szíves, ne legyetek annyira kritikusak, mert nagyon nehéz átadni a gondolatomat úgy, hogy ne legyen polgárpukkasztó, hogy így őszinte legyek, mert alapvetően egyáltalán nem támogatom azt, hogy te most a hullet mutass meg a gyereknek, aki 11 éves, 8 éves, 9 éves, és azt ott lássa, és hogy ilyen dolgok érjék az életben. Én ezt szó sincs erről, nem ezt mondom, nem erről van szó. Itt egy sokkal másabb contentgyártásról van szó, és sokkal másabb életstílusról van szó. És azt sem mondom, hogy ezt a dolgot ezt feltétlen támogatni kell, ezzel a dolgon egyet kell érteni. Én csak azt mondom, hogy ez a dolog, amennyire fel lett fújva, fel lett nyomva az égbe, amennyire el lett indítva ez a lavina lefele, ez annyira nem kellett volna, mert ez egy kicsit azért ez túlzás, meg hogy akkor a YouTube karrierének ennyi a csávónak, meg hogy akkor törölje magát YouTube-ról, meg akkor az ilyen hasonló elvárások a Logan Paulhoz, az egy kicsit az úgy meredek hullámvasút. Kívánok nektek boldog szép karácsonyt és kellemes boldog új évet! Köszöntöm a figyelmet, nyomj egy lájkot, meg egy feliratkozást és a kommentbe várom a kommenteket. Háló!